Ez itt a Speed Zone használt autórovata. Peti, Csikor Zsolt, akár helyet is cserélhetnénk, mindegy, így is el fogunk dőlni egy pillanaton belül. Irigyeljük azokat, akik ott az IC vonatban ott vannak benne a klímában. Sziasztok! Itt rohadunk meg! Na, ezt megbeszéltük velük, röhögnek rajtunk. Viszont az autó marha érdekes, a 126-os Mercedes. A 126-os, a legendás 126-os gyerekek. Ez volt az az autó, ami a Mercedesnél szinte a legtovább készült az elmúlt 30 évben. 79-től 91-ig gyártották. Ez volt a Bálna előtt, és a 116-os S-osztály után. A 116-os az, ami úgy néz ki, mint a fekvőlámpás Merci, csak olyan nagyobb. Ez volt az egész 80-as években a Mercedes, a Grosser Benz. Hol is kezdjem, mert ez egy nagyon érdekes autó, mert technikailag annyi sok újítást nem hozott 89-ben. Egyfolytában azzal foglalkoztak a Mercedes, hogy schmucklózer legyen, azaz ne legyen rajta túl sok dísz, megszüntették rajta a díszeket, nincs. Ugye a 116-oson itt még króm dísz volt, itt még futottak a krómozott díszlécek, mindenhol sok króm volt, ezen alig, jó, hát itt van, de ennyit úgy éreztek akkor, hogy itt nem lehet elhagyni a lökhárítókon. Tehát, hogy schmucklózer legyen, nagyon áramvonalas legyen, és nagyon könnyű legyen. Ez ugye egy 5160 mm hosszú, az 5,2 méter hosszú autó, és ez a rövid kivitel, a rövid, mert ebből volt hosszú is, azoknak van egy L a márkajelzés végén, és ahhoz képest, hogy egy ilyen bazinagy dögről van szó, 1580 kiló. Jó, ez kicsit több, mert ebben automata van, ez azt hiszem 40 kilóval volt nehezebb, akkor is 1620 kiló. Gyerekek, nem nehéz egy ekkora bazinagy döghöz képest. Nagyon lényeg volt a 126-osnál az áramvonalasítás. Nagyon lényeg volt a dísztelenítés, nagyon lényeg volt a könnyű építés, lényeges volt az ökobarátság. Mindez ugye 79-ben, ne felejtsük el, amikor még igazából a mostani euronormák, nem is tudom, hogy volt-e már euro nulla. Sokan ezt az autót tartják az utolsó igazi Mercedesnek. Technikailag nagyon hasonlít az előtte levő 116-oshoz, hasonló a futóműve, ami nagyon hasonló különben a 123-as Mercihez, hátul is hasonló a futóműve, mert két ferde háromszög lengőkarja van, nagy alumínium ilyen öntött szarvak igazából, amiken mozog a hátulja, nagyon-nagyon szépen. 85-ben jött egy faceliftje, 81-től 85-ig az első széria, az még a régi motorokkal ment, és azoknak az a jellegzetessége, jól föl lehet ismerni, itt oldalt, ez a Sacco deszka, Bruno Saccoról nevezték el, aki a formatervező volt akkor a Mercedesnél, ez a Sacco deszka az ilyen bordázott. És azokon még nem ezek a kanáldekkel felnik voltak, a csatornafedél felnik, hanem még a cápakörmös fuchs felnik voltak, a régi fajta Mercedes alufelni, az első fajta Mercedes alufelni. Ugye ez az autó, aminek végig még üvegből volt a búrája, még végig nagy, vastag, krómozott maszkja volt, rendes, nagy, ez az igazi Mercedes maszk, gyerekek, ennél igazibb nincsen. Gyönyörű. Szóban forgó autó pedig egy 300 SE. Itt egy autó, amiben tempomat van, klíma van, fa van, 5 millió egyéb cucc van, akkor azért ez nem volt egy szarul felszerelt kocsi, akkor sem. Maga a példány 1987-es, ami egy nagyon enyhe facelift idején készült, akkor kapott hármas hatású katalizátort. Ez a kocsi, ez mindenki szerint a legkiforrottabb Mercedes. Itt az volt a feltétel, hogy megcsinálják a világ legjobb autóját, de tényleg ezt így kimerte akkor még mondani a Mercedes, hogy a világ legjobb autója. Ez jobb volt akkor, mint egy Rolls-Royce, mind rugózási komfortban, mind zajkomfortban, mind elméletileg üléskényelemben, ergonómiában, meg végképp itt jött ki, itt fejlődött ki az a nagyon klassz ergonómia, amit a 124-es Mercikben is mindenki annyira szeret. Nagyon csendes volt, mert tényleg áramvonalas volt, és ez a 300-as motor, ami 3 literes, sorhatos, nagyon tartós volt, igazából egy elnyűhetetlen, brutális, borzalmasan jó motor. 188 lóerővel kezdte, aztán tettek rá katalizátort, akkor 180-as lett, és amikor a 3-as hatású katalizátort megkapta, na ezt nem tudtam kinyomozni, de elméletileg akkor megint 188 lóerős lett. Mondom, nem volt nagy az ugrás, mert ezt a 2,83 literből
185 körüli teljesítményt, ezt tudta már 71-ben a Mercedes az M110-es motorral, ez egy sokkal modernebb motor, emeltek karbantartásra kevésbé érzékeny. Az autó egy borzalmas tömb, elképesztő jó korrózió védelemmel volt ellátva, tehát ennek már üregvédelme volt, ami ma nincs az autókban, csak tudjatok róla, egyszer nézzetek meg bontóban egy autót, amit szétvágnak, és nincs benne semmi, még festék se néha. Ezt merítették, fújták belülről, galvanizálták, minden szar volt. Ezek nagyon-nagyon-nagyon tartós autók voltak, nem véletlenül, hogy a zöldségesek a halálba használták őket 1 millió-1 millió 500 000 kilométerig. Nem véletlenül, hogy olyan sokat látni még ma is a piacon, meg az utcán, és mind olyan szép. Ugye még nem volt vizes bázisú a festék, a vizes bázis az nem tart annyi ideig, és elképesztően jó alvázvédelmet használtak rajta, ezt a speciális gumírozott, nagyon odatapadós alvázvédelmet, ami körülbelül 5 évenként egyel jobb lett a Mercedesnél, szerintem a 140-es beköszöntőig. Ennek az alvázvédőnek az egyik legnagyobb problémája az, hogy annyira tartós, annyira ragaszkodik az autóhoz, és annyira van önmagában egy tartása, tehát hogy nem egy ilyen vékony kis szírszar réteg, hanem egy vastag gumírozott réteg, hogy nem látszik, hogy alatta rohad az autó. És mostanában borzasztó sokan fakadtak zokogásba amiatt, mert megvettek ilyen rozsdamentesnek hit 126-os merciket. Jó, itt van rajta egy kis csepp, meg ott egy picit le van verve, meg ott rozsdásodik, és nem látszott rajta sok rozsda. És amikor elvitték a karosszériáshoz, hogy a majdnem tökéletes merciüket rendbe tegye a karosszériás, mert hát hiába ott van rajta az egy-két pici leverődés, akkor a karosszériás fölhívta őket, hogy kedves Bélám, baj van, gyere át, nézd meg az autódat alulról. És amikor átment, nem volt küszöb, nem volt doblemez, nem volt semmi hoztartók, mert az alvázvédő alatt, ha mégis elkezdi enni a rozsda, akkor elpusztul szegény, még ő is. Különösen extra dolog volt az a lámpatörlő rajta. Egy ilyen lámpatörlő kar a hozzávaló gumival, az mostanában használtan 70 euró körül megy a neten, újonnan nem lehet megvenni. Ha mégis meg lehet, akkor ilyen 200 euró. Egy borzalmas ára van. Ezen is ugye a Mercedes akkor élte a kretén ablaktörlő korszakát, ezután jött ugye a kinyúlós, ugrálós 124-es Mercedes ablaktörlő. Ez itt két nagyon közel egymásra fektetett ablaktörlő, és úgy törli ezt az egész bazinagy szélvédőt le. És nézd meg, tehát tényleg az, hogy ezen ilyen állapotban vannak a krómok, nézd meg, és ez alumínium, ez a króm. Csak lakkozva van azért ilyen fényes, és aztán vannak valódi krómok. Ezekben voltak a világ legklasszabb plüssülései, ezek a soha el nem vásó plüssülések. Nekem volt olyan autóm, amiben 226-os szériát végigélt egy ilyen ülés garnitúra, a 123-asomban évekig szolgált, majd visszament még megint egy 126-os mercibe. Ezek elpusztíthatatlanok, ezek a plüssök. Gyönyörű fákat használtak, semmi csili-vili, nem rózsagyökér, meg vagy rózsa, meg diógyökér, meg nem tudom miket szoktak mostanában, nem ez a sok csomós fa, hanem ez a zebránófa, nagyon szép. Szerintem ez egyik legszebb fa, amit autóba lehet tenni manapság, hát akkor minden annyira logikus. Oké, az ablakemelők ben voltak középen, de amíg az ember megszokja, hogy hova nyúl, addig tök mindegy, hogy melyik oldalra teszik, csak ne a mennyezeten legyen, akkor kitakarod a saját látóteredet. Az ajtó persze úgy csukódik, ahogy egy Mercedesnél kell, a hátsó is úgy csukódik természetesen, ahogy. Nem véletlen, ez egy 51 000 kilométert futott olasz autó volt. 51, tehát ez egy bejáratos új autó. A vicc az, hogyha ebbe beleteszel most 200 000 kilométert, 200 000 kilométer múlva nem lesz nagy különbség ahhoz az állapotához képest, ahogy most van. Hát ezt föl lehet fogni úgy, mint egy most használatba vett új autót. Az is a probléma, hogy a 126-osnak nagyon sokáig megvolt ez a zöldséges imidzse, ez a mindenki leütött öreg merci, amit nem kell karbantartani, és mivel nem kell karbantartani, ezért nyugodtan lehet ütni, vágni, nem kell benne olajat se cserélni, meg gömcsuklót se semmi. És amikor ezek már végre kikerültek a piacra, akkor mindenük kotyogott, zörgött, már elhaltak, belül a lelkükig elrozsdásodtak, menthetetlenek voltak. Ez nagyon levitte az árakat, nagyon alacsony lett a rangja ennek az autónak, mert nagyon sok ilyen fáradtan, lekókattan, mindenféle tanyákon szállította még a dinnyét. Most az elmúlt 5 évben indult el a 126-osok ára,
Nyilván a nagymotorosok, a V8-asok, ugye a 420-as, az 500-as, meg az 560-as az így elment az egekbe, de most már jönnek utána a 6-hengeresek is, meg a dízelek is, és egy ilyen nagyon kivételes állapotú 6-hengeres is ma már megér 25-30 ezer eurót. A katalógus 20 ezer euró körül ír rá, de hát igazából amikor van egy ilyen állapotú autó, amin egy karc nincs, arra mindenkinek megremeg a térde, és sokkal többet is adnak. Az egyik csúnya korróziós folt, az a csomagtér padló tud lenni ezeknél. Mindenképpen elég sokat kell túrni, mert mindent föl kell szedni alóla, de be tud ázni itt az antennánál, mert ez meg szokott repedni, ez a kis bigyó. És hát eredeti Hörmann antennát kicsit nehéz szerezni manapság, ami így zár is, meg motoros is. És mindenképpen bele kell szagolni legalább, hogy nem dohos-e a szaga belül, mert az mindenhogyan probléma tud lenni. Ami még szokott lenni, az az, hogy a motoroknál, és ennek nem lesz annyira tömör a motortere, mert ugye majdnem kétszer ekkora motort is tettek ebbe az autóba. Ez volt a motortér, és ha minden igaz, ezt is föl lehet billenteni, mint minden rendes Mercedesét. Igen, pillanat, hát ezt eddig lehet fölbillenteni. Na szóval, K-egyetonik befecskendezés. Ugye a K-t jobban szeretjük, mert ez egy teljesen mechanikus befecskendezés. Van benne egy darab üzemanyagszivattyú, van benne egy darab elosztófej, egy nagy darab vödör, amiben egy tollólapát van, azt csókolom, ennyi van benne, meg egy bemelegedés szabályzó, általában a bemelegedés szabályzó döglik be. K-egyetronikot meg lehet menteni. A K-egyetronikot, bocsánat. A K-egyetronikot, ezt, amiben elektronikusan belenyúltak, ez már nehezebb. Erre jelen pillanatban Magyarországon nem tudok olyan szerelőt, aki szívesen csinálná. Igazából csak olyat tudok, aki vonakodva ránéz, megméri, és az 100 ezer forint, és utána közli veled, hogy nincs hozzá alkatrész. Tehát ez egy, a K1-es autók azok mindenhol nagyon problémásak. A prémium AZ Meister tájlekenő anyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister tájlekenő anyagok az Onix autótól. Az egyik probléma, ami miatt fogyni szokott belőle a víz, és ez sok ember elég hamar megéli ezekkel a kocsikkal, hogy ez a kupak, ami 123-as címkét visel, tehát a 123-as Mercedes ugyanez a kupak, ez a kupak néha ereszteni szokott, mert ebben van egy programozott szelep, ami kinyílik bizonyos nyomás alatt, és az vagy a gumia vásik el, vagy a rugó akad össze, de utána nem ereszti ki, vagy örökké kiereszti a túlnyomást, és akkor egy idő után elpárolog a víz, és a többi, és a többi. Nagyon érdekes ezen az autón, ugye nagyon keveset futott autóról van szó, 51 ezer kilométer, és nagyon érdekes, a szar Audiddal, vagy mi a szaroddal vágjál föl, mikor van egy ilyen gyönyörű klasszikus Mercedes, Isten nem bírja ki a pöcs. Tehát, hogy japán feliratok vannak rajta, nézd meg. Látod? Itt. Nem is tudom, mi van ide, ez is japán felirat. Van benne egy csomó másik japán felirat, ez ugyanis egy japán autó volt. Japánból lehet csodálatos Mercedeseket venni, amik ilyen nagyon keveset futottak és jó állapotúak. És tényleg, hát nézd meg itt az ABS kocka szemed előtt, itt a termosztátház, mindent úgy lehet szerelni rajta, itt az olajszűrő, tessék, nem is ez a hülye vagyok, ez a kormányszivattyúnak az olajtartálya. Minden kéznél van, minden javítható, és mind a mai napig jéghideget fúj a klímája. Sorhatos motor, ez ugye volt a 124-esben is, ez egy elég sokáig szolgáló, ez a Blacktop széria, egy vezértengelyes OHC, ebben 188 lóerős, ezt az autót automatával 11 másodperc alatt gyorsítja 100-ra, 205 a végsebessége, tehát ezzel azért lehet hasítani. Az automatás verzió ugye 11-et gyorsul, a nem automatás 10-et, ami majdnem megegyezik az 500-as hosszúnak a gyorsulásával, az 9-7-et gyorsult. Nem megy rosszul. A mai napig nem megy rosszul ez az autó. És nagyon takarékos tud lenni, amellett, hogy tartós is, mert a 300-as motorral ez az autó így automatával 12-13 között fogyaszt. Gyerekek, mostani autók fogyasztanak ennyit. Ugye tudjuk, hogy a motor tartós, hajtás tartós, karosszéria fényezés rettentő tartós, nem rozsdásodik, nem. Igazából ezek voltak tényleg az elpusztíthatatlan benzek, szerintem még elpusztíthatatlanak, mint a 124-esek, amiket most mindenki ajnároz. Azért bizonyos dolgokra nagyon érzékeny. Az egyik az, hogy a kardányában van az elején meg a végén egy-egy harditárcsa, ilyen gumi harditárcsa.
azok szét tudnak szakadni. Ha szétszakadnak, akkor ez a nagy autó különösen megérzi a remegést, mert nagy benne a motor, viszonylag nagy benne a diffi, az egész nagyon elkezd kóvályogni, azt érdemes karban tartani. Mostanában nagyon elkezdtek drágulni hozzá a gumialkatrészek, például az egész eleje egy ilyen bölcsőn van a motorral együtt, és azok a bölcsőgumik, azok már ilyen száz-sok ezer forintos tételek, az a pár darab gumi. Hátul szintén bölcsős, ott is marha drága minden. Alapvetően amíg nincs baj vele, addig nagyon-nagyon karbantartásmentes, nagyon olcsón fenntartható, viszonylag takarékos ráadásul ezzel a 300-assal is olyan hangja, mint a sejem. De azért, hogyha el kell kezdeni költeni rá, akkor hamar ugrálnak az ilyen 500 000 forintok. De nagyon hamar. Most már kezd igazi veteránautó státuszba érni, és amikor olyan dolgokat keresnél, hogy ne adj Isten egy ilyen kis króm ide, vagy színkódos műszerfal, érted? Színkód, hát veteránautóban a műszerfal majdnem mindegyikben repett. Ebben ugye nemhogy nem repett, hanem még matt is. Tehát kifényesedve sincs. Tehát ez még össze se kenték. Szóval ezek nagyon drága dolgok tudnak most már lenni. De különben jó gumikat kell rávenni, jó olajat kell beletenni, azt csókolom. Tényleg egy ilyen kocsi, találsz egy ilyet 2-300 ezer kilométerrel, még kimegy a világból. Erre szokták mondani, és tényleg sokkal inkább, mint a 140-es bálna. Sokkal-sokkal inkább, mert egyszerűbb technika. Beállítottam magamra az ülést, és megmutatom, hogy hátul mekkora egy ilyen autó. Akkor megérted, hogy miért volt belőle L. Mert igen, viszonylag nagy a fejtér, és igen, elfér a térdem, de azért nincs ez a lubickolás érzet. Azt te is látod. Van könyöklöm, így, de nem, tehát úgy jócska, nem olyan nagyon-nagyon-nagyon tágas, és én a Gabi után előrébb állítottam az ülést, mert én úgy szoktam vezetni, ahogy mindenféle ilyen továbbképzéseken tanítják, hogy fölül elérjem a kormányt, meg stb. Tehát ez nincs nagyon hátul ez az ülés. Különben hátul nagyon egyszerű a dolog, van egy darab szellőzünk, itt még nem volt négy zónás klíma, különben volt olyan, amiben hátul is volt klíma, de azok sokkal drágábbak voltak, azért ez mégiscsak egy viszonylag alapkivitelnek mondható autó, négy motoros ablak, automata, klíma, tempomat, ezeket tudta. Műsorunk támogatója az Euroflit ZRT prémium használt autócentruma. Használt autók akár négyszeres garanciával. Ugye jellegzetesen ezen összesen egy bajusz kapcsoló van, mint minden akkori Mercedesen. Ha tekered a bajusz kapcsolót, akkor az ablaktörlőt kapcsolod, annak a különböző fokozatait. Leföl az index, ahogy szokott lenni, előrefelé a távfény. Tehát ez az egy kapcsoló, ez mindent ellát. A műszerfalról kapcsolod be különben a teljes világítást. Az automata váltó, ez egy nagyon jellegzetes séma volt, ez a Mercedeseken borzasztó régóta megvolt. Ugye beakasztod a P-be, és akkor látod, hogy hogyan kattam bele a különböző diszkrét állásokba. Nem tudod véletlenül lehúzni kettőbe, nem tudod véletlenül betolni egyszer csak parkba, mindenen át kell emelni a kart. Ez egy olyan guszta autó, amire nem tette guztustalan faváltó gombot. Imádom, mert ez az eredeti. Nézd meg, hogy a kormánya is még olyan rücskös, hogy szinte vágja a kezedet. Ez az a Merci kormány, amit ilyen simában szoktunk visszalátni, meg fényesben. A klímaberendezés. Hát kicsit a mai szemünknek kaotikus. Ugye ez egy egyzónás klímaberendezés, de azért úgy, ha nagyon akarod, akkor rájössz, hogy ezek az irányváltó kapcsolók, ez itt a ventilátor kapcsolója, és itt szabályozod a hőmérsékleteket. Ez automatikusan átteszi magát fűtésbe, hogyha kell. Szellőző rostélyaink vannak dögivel, mert kell, és ugye a luxus az úgy volt, hogy itt például ki van plüssözve az egész autó, az olcsóbb Mercedesek itt sima műbőrök voltak. A fa az valódi fa, ez mind valódi fa, itt nem volt játék. Van persze hatalmas hamutartónk, ahogy illik, és nézd meg, hogy jön ki neki a szivargyújtója. Kiadja neked a szivargyújtót. Ah, de szép. És szerintem ebben nem dohányoztak, látod? El se tudtam volna képzelni, hogy a Gabi autójában dohányozzanak. Kis tartó, ebbe persze nem fér be a mobiltelefon, azt se tudták, hogy lesz mobiltelefon, amikor ezt az autót megtervezték, meg amikor a legutolsót eladták, akkor is már így a sci-fi kategóriájában 91-ben már létezett, tudom, hogy akkor már voltak ilyen hordozható dolgok. Négy motoros ablak, tükörállítás, és ugye a
a Magic Potméter, előre-hátra tekerem a hangszórót, mert elő is van két hangszórom, hátul is, ebben már ugye egy sztereó kazettás Becker volt, tessék. Arra emlékszem, mikor faceliftként megjelent a Mercedesekben a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető villogó itt középen. Azt innen látod, ahol a kis ujjammal mutatom. Ottan. És a belső világítás ugyanaz, mint a 190-esünkben, hogy általános szórt világítás, oda az utashoz világító térképolvasó lámpa, illetve a teljes off, illetve a fix on, aminek így kéne lennie, igen, hát ez rég volt használva. Nem tolótetős az autó, tehát van benne bőségesen hely, a szent kartámasz megvan, ugye ami nagyon fontos, mert kartámasz nélkül nincs Mercedes, ez azt hiszem úgy csukódik le, hogy megnyomom itt a végét, igen. Itt van alatta egy nagy tárolórekesz, nagy, akkor nagynak minősült, és hát körülbelül ennyi. A kesztyűtartója nem olyan nagyon hatalmas, hogyha megnézed, két pohártartó, a 190-esnek szerintem nagyon hasonló betét van a kesztyűtartójában. Úgy gondolták, hogy férjen el bele a kezelési útmutató, ami történetesen itt japánul van. Igen, ez egy japán kezelési útmutató, tessék, nem akarom kibányászni, de ez is egy érdekes részlet. Hát, nagyon klassz, gyerekek. Olyan visszajelzők is vannak, hogy például a kipufogó hőmérséklete túlságosan magas. Meg a hűtőfolyadék szintjét is visszajelzi, meg ilyen badarságokat, meg hogy kiégett a lámpa, olyanokat is visszajelez. Nagyon aranyos. És nagyon érdekes, ugye, hogy egy ilyen öreg autónál beszélünk, és nem nagyon tudunk jellegzetes típus hibákat. Tehát olyan nagyon kevés van belőlük, ez egy annyira átgondolt, olyan őrületesen kiforrott, és sok pénzből megcsinált, és agyon tesztelt autó volt, hogy titokban én azt mondom, szerintem ez volt a világ legjobb Mercedes-Benz szériája, amit készítettek ever. A 116-os ilyen jó volt már, majdnem ilyen megbízható volt, de abban nem volt benne ennyi extra, már abban is volt persze klíma, meg egyébként jóval előtte is volt klíma. A 116-os egy kicsit gépszerűbb, mikor vezeted, a kormánya az olyan masszívabb, meg nem tudom mi, de azt a zajkomfortot, azt a könnyedséget, amit a 126-os tudott, azzal az óriási mennyiségű extrával, ami benne van, és hogy mindez működött 20-30 év után is, azt itt ért el a Mercedes ezen a ponton. És itt már nagyon-nagyon kevés az igénytelen műanyag. A 116-osban még voltak igénytelen műanyagok, itt ez a vakdugó az egyetlen, amire azt tudom mondani, hogy igénytelen. Ez egy ilyen recés szar. Ilyenből van a 123-asnak a középkonzolán a burkolat, ami nem fás. Hú, nagyon klassz, gyerekek! Tényleg olvadozom, annyira tetszik ez az autó. Jellegzetes módon a jobb oldali tükör, az motorral állítható, joystickkel középről. A bal oldalihoz minek elromló mechanikát tenni, ez mechanikusan így kézzel állítható, tessék. Egyszerűen, csak azt, ami praktikus, legyen tartós. Aj, nagyon klassz, gyerekek. Gyere, Peti, menjünk autózni, mert ez egy klassz dolog. Ez mennyi, gyerekek. Elárulok egy titkot. Most délelőtt teszteltük az 5008-as Peugeot-t a Petivel. Aminél ugye az emberi tesztelőileg gondolkozik, hogy jaj, hát lötyög a váltó kicsit, de azért ó, milyen finom ez a dízelmotor, meg ó, hát ez rugózik, meg hogy meg az ülés, meg a nem tudom mi. Beülsz ebbe. És elsírod magad. Tehát ez az autózásnak egy olyan mennyei szigete, egy ilyen 126-os merci. Mindig ezt érzem, mikor ezekbe beleülök. Karesznak is volt egy csomó, azok is le voltak lakva már, de olyan jók voltak még lelakottan is, hogy így nem hiszed el. Ez a sorhatos motor benne, ez milyen finom, hogy ugye jön a hideg a klímából, persze, hogy kell. Ez a kormány, hatalmas a kormány, nem tudom, hogy látjátok, ez még abból a korszakból van, amikor a Mercedes ugyanezeket a kormányokat beletette a szervó nélküli autóiba is. Gábort állandóan leállítják az utcán, pénzt akarnak adni ezért az autóért.
Hát ő már hallotta a 30 ezer eurót, de nem adja oda. Ugye az a baj, hogy hülyeség odaadni, mert ezeknek az autóknak, 80-as évek végi luxus, sport és egyéb autóknak mostanában megy föl a legjobban az ára. Tehát ezeket az autókat most kell megvenni, nem most kell eladni. Ezek innentől még így másznak fölfelé. Néztem az All Time Trends oldalon, hogy mennyit megy föl az ára, és valami 22%-ot megy föl évente ennek az autónak az ára a 300-asnak. Jobb, mint aranyban tartanád a pénzedet. Egy a trükk. A K1 elektronikus autókat nem szabad beállítani a garázsba és otthagyni. Ha kabrió, ha nem kabrió, ha eldöntötted, hogy nem viszed ki a showba, ki kell vinni a showba, inkább mosd le, de a motort be kell indítani, be kell melegíteni, járnia kell annak a rohadt befecskendezőnek, és nem szabad más tankolni bele, csak prémium benzint, mert a 95-ös benzin, az E10-es, az úgy pusztítja el az egész befecskendező rendszeredet, és úgy fogod egy darabban kidobni az autót, mintha egy darab szemét lenne. Nem lehet. 100-as benzin és járatás. Kell neki. Inkább menjen bele a kilométer. Különben hazudtam, mert nem 51 ezer van benne, hanem 43.982. Rettenetes. Tényleg rettenetes. Tehát emberek elévetik magukat ennek az autónak, hogy adja el neki. De hát, ugye... Aj, nagyon klassz. És emlékszem, mikor megvette egy pár évvel ezelőtt, és akkor még ezek nem voltak drágák, és mondta, hogy ez kicsit drágán mérik, de azért nagyon, nagyon vonzó az egész. Ő inkább kiadja érte a pénzt, mert hát annyit biztos fog érni egy-két év múlva, amennyit most eladta. Szerintem meg háromszorozta az árát azóta ez a kocsi. Turkáljunk egy kicsit a Unix Trade-nél a 126-os Merci alkatrészei között, mert hogy elméletileg ehhez az autóhoz most már elkezdtek fogyni az alkatrészek. Ez már tipikusan az, ami így a használt autó és a veterán autó határán mozog. Én azt tippelném, hogy kopófogyó alkatrészek még vannak hozzá, de például már nem biztos, hogy bölcsőgumit találunk. Meg kéne próbálnunk. Legyen mondjuk az egy érzékeny, de ugye a Hardiról beszéltünk, hogy az szét szokott menni benne, azt nézzük meg, hogy mennyibe kerül. És válasszunk szerintem kuplung munkahengert. A kuplung munkahenger ez egy olyan dolog, ami néha már nincs autókhoz. Sőt, legyen főfékhenger. A főfékhenger érdekes. Típus szerinti keresés. Es kivitel. Mind. Megtaláltuk az autónkat. 85-től 89. Na, és mi a különbség itt? Aha, úgy tudjuk, hogy ez egy 188 lóerős volt, mert fölajánlotta a 180 lóerőst is. Szerintem nagyjából ugyanazok az alkatrészek lesznek hozzájuk. És mit mondtunk? Hardi tárcsa. Hardi. Rög a homokóra. Hardi tárcsa. Kész lett. Tovább a ciklistára. Mejle. Aha, 31.114 forint. Impergum. Én már építettem be olyat, vibrált. 18.614. Swag Febi. Na, ilyet kell venni. 31.555 forint. És ez egy darab. Tehát ebből kettőt kér a rendszer. Én inkább a Febit venném meg, és nem a Mejlét. Azt nézem, hogy milyenek vannak még. Fagból is építettem már be jót. Corteco milyen drága, milyen érdekes. Hát azt mondom, hogy 31 ezer forint, tehát egy ilyen Hardi javítás, hogyha remeg és szét van szakadva a Hardi, és remeg az egész hajtáslánc, akkor olyan 100-asból lehet megoldani. Főfékhenger. Nem, nekem kell az egész. Főfékhengerünk. Nincs készleten, hoppá. Az én Meistertájsz, Samco, franc tudja milyen, Bosch. Nincs készleten, 100 ezer forint, TRV nincs készleten, Mejle nincs készleten, Brembo nincs készleten, FTE nincs készleten, Traktek, Ate, Ferodo, semmi sincs készleten. Ezt mondom, gyerekek, hogy itt kezdődik a probléma, hogy semmelyik sincs készleten. Látod? Nincs. Egyik sincs készleten.
ehhez jelen pillanatban nem lehet fékfőhengert kapni. Nézzük meg legalább a felújítóját, bár a felújító nem sokat szokott javítani. Tehát a beépítetek egy bármennyire is eresztő főhengerbe egy felújítószettet, ami csak a gumialkatrészek összessége, és általában nem lesz jó. Tehát 10 esetből 8-ban rossz lesz. Hát ez egy 2-3 ezer forintos összeg. Hoppá, van 35 ezerért is. Nincs készlete, hála jó Istennek, nem kell megvennünk. Nem egy nagy tétel, de jó se lesz vele. Ugye? Itt kezdődik a probléma, hogy itt van az, hogy ez már egy kicsit veterán autó. Lengéscsillapító. Tovább a ciklistára. Mit fog felajánlani? 1987-es autóról van szó. Ez a konkrét példány már OT-s volt, de nagyon sok fut belőle nem OT-sen. Optimál van hátsó 21.800-ér. Zax van 31.600-ér, azt meg kell venni, gyerekek. És ez melyik? Ez szerintem az első, mert talpa van. Várjál. Kajaba 29.600-ér. Én a Kajabát is szeretem, sok merc is azt mondja, hogy nem igazán jó. Nekem nem volt bajom a Kajabákkal, semmi. Tökre szerettem őket, Bendix is gyárt hozzá. Első lengéscsillapító is van Kajaba, 26.800. Van hozzá, tehát lengéscsillapító az van hozzá. Monroe, jó, adjuk. Zax van hozzá első, 33.400 forint. Tök jó. Milyen? Rohadt jó élmény. Van ilyen egy mai autó, baszki? El vagy zárva a külvilágtól. De ugye, hogy mennyire rohadt jó, és mennyire, és autószerű. Tehát, hogy nem az, hogy egy ilyen szintetikus darab mulching, mint a mai autók, meg ilyen beállított kormányérzet, meg ilyen műkipufogó hang, hanem a vasból a legjobb, amit lehet gyártani, baszki. Hallod ezt a sejmet? Micsoda gyönyörű motorhangja van, Istenem, elsírom magam. Elképesztő, ahogy tolod a csillagot, nézd meg, ott a Plecsni motorház fedél előtted. Tolod a csillag? Tolod, igen, ott van a végén a csillag. 2 méterre tőled, vagy 2,5, nem is tudom. Mennyire rohadt jó ez a kocsi, gyerekek. A 126-os az Isten császárság. Jaj, ez elmondhatatlan, hogy mennyire. És az, hogy közben nem eszik sokat, és holnap is így be fog indulni, és holnap is így fog működni, és nem kezd el neked zörögni, és nem kezd el neked szétesni, és belemész a gödörbe, és a gödör megy szét, nem az autó. Érted? Hát ezek lényeges dolgok. Egy kicsit hajlamos vagyok azt mondani, hogy oké, extrák, meg emisszió, meg nem tudom mi, meg négyzónás klíma, meg telefonos összehangolás, meg izé, de hogy innentől fogva valamilyen eléggé speciális szempontrendszer szerint lefelé ment az autóipar folyamatosan. Ez egy csoda egy ilyen autó. Annyira, ez egy ünnep, amikor működik, és mindig működik, nem? És a fordulókörre mutatok valamit, nézd, Mercedes. Közel 5,2 méteres autóról van szó. És nézd meg, akkor helyen megfordul. Tessék. ez egészen vicces. Olyan dolgokat tudott egy ilyen 126-os, amit az emberek el se hisznek ma már, hogy mennyire jó volt. Azt hiszem, az autógyártás egyik nagy ünnepét ültük meg ma. Úgy gondolom, hogy ideje elbúcsúznom tőletek, mert tényleg mindjárt felajánlok én is 35.000 eurót a Gabinak, bár nincs, de hát egy ilyen autót mindenkinek meg kell tapasztalnia, hogyha egyszer teheti, mert más emberként száll ki belőle. És igen, nagy tohonya, Mercedes, nincs sok lóerő, stb. Menni fog, és nagyon tetszeni fog neki. Mindenkinek. Higgyétek el. Köszönöm szépen. Elmozsolok egy könnyet, vagy izzadság, nem tudom mi, de nagyon sós. Mindjárt belefejlünk a Dunába. Iratkozzatok fel a Speedzone csatornájára. Feküdjetek elé ennek az autónak, és ajánljatok érte, hát ha valami beteg pillanatában Gabi eladja, akármennyit kér érte, vegyétek meg tőle, mert komolyan, beszarás.
Na, sziasztok! Ah. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop!